vagy, de sok is már. Nekem elég volt igazán. A szavakból a szirup folyt, most belátom, hazugság volt. Meguntam veled. Látja, milyen bátor, attól ilyen szép. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Női Szakasz. A mai vendégem pedig Cutor Zoltán. Hello, sziasztok! Szervusz Zoli, köszöntelek sok szeretettel itt Újpesten. Gyakran járok erre egyébként. Egyrészt a próbahelyünk az valahol Angyalföld és Újpest határán van. Másrészt több zenész kollégám is lakik itt Újpesten, úgyhogy... Igen, itt nagyon sok híres ember és nagyon sok művész lakik, illetve vagy innen származott. Tehát ilyen Újpest egy kicsit így központja a mindennek. De most visszatérve hétköznapokra, ugye itt van a Mikulás, a karácsonyi időszak. Egy ötgyerekes családapa az, hogy készül az ilyenre? Hú, egy kicsit elfásultam egyébként. Pont tegnap beszéltünk erről a feleségemmel, tegnap megnéztünk Gödöllön, volt valami karácsonyház, azt látogattuk meg, egy nagyon cuki kis épület, aztán még az új házasságomban a nagyobbik fiam, az anyósomékkal még meglátogatta egy bazilikánál a vásárt, és egy csomó minden szól erről a dekorációról, meg a sütésfőzés, most együtt karácsonyozik a nagy család, leutazunk ilyen erdő mellé, kis domboldalra valahova a Keletmecsekbe. Még soha nem csináltunk ilyet, de mindig álmodoztunk róla. Idén úgy tűnik, hogy ha minden sikerül, akkor ez összejön. És egy picit elkezdett nyomasztani az, hogy nem nagyon foglalkozunk így a karácsony szellemiségével, és engem nyomaszt ez a mindenkinek ajándékvásárlás, a dekoráció, a sok zabálás. Ezen kötelezőnek érzed egy kicsit? Vagy? Igen, bevallom őszintén, hogy ezt már semmi másnak nem érzem, csak tehernek. Nyilván egy Mikulás azért az nem, tehát bele egy-két csokit veszünk a gyerekeknek, meg Mikulás csomag, meg éjszaka megérkezik, tisztítsák ki a cipőket, ez cuki, ez aranyos, ez nem járjon előkészületekkel. De a karácsony nekem, ami a 21. századi nyugat-európai kultúrában amivé vált, az nekem sok. Hogy tömegtermelésnek gondolod? Hát meg az, hogy hiányzik a karácsony szellemisége. Én azért nem voltam soha ilyen melkas veregető keresztény, meg soha nem is leszek. Pontosan ezért, mert nincs rá semmi okom, hogy legyek, de azért jó lesne, hogyha ez egy picit tényleg Jézuskáról szólna, még akkor is tudjuk, hogy egyébként nem akkor született, de hogy mégiscsak a megváltó érkezését ünnepeljük, és hogyha nem is feltétlenül a liturgiával foglalkozunk, de azzal a szellemiséggel, meg azzal az értékrenddel, amit ő hozott a világra, amit ez az egyénnek, a családnak, egy társadalomnak jelent, vagy jelenthet, én azt gondolom, hogy ez egy picit illene többet foglalkozni, és sokkal nyugodtabb lennék, és én sokkal nyugodtabban mennék vásárolni, hogyha úgy nagy általánosságban látnám ezt a törekvést. Jó, nem csak a végén még kapok egy felkérést, hogy belépek a KDNP-be. Hogy amíg van. Igen. Gyorsan igyekezzél. Jó, szóval kitérve egy picit a politikától. Tehát egy olyan családapa vagy, aki próbálja például elsősorban a szeretetet, és hogyha a gyermekeiddel sikerül, akkor azt azért kicsit, hogy mondjam, szeretettel teljesen tölteni, és egymásra odafigyelni. Ez azért elég nehéz lett egy zenész életében, hiszen pontosan az ünnepek azok, amikor mondjuk a színészek vagy a zenészek elmennek a közönséget szórakoztatni. De képzeld el, idén nem, meg az utóbbi időben valahogy úgy alakult, hogy nálunk nem. Tehát lehet, hogy van egy-két koncert ilyen karácsony szilveszten környékén, de azért nincs olyan sok. Most pedig kifejezetten úgy csináltuk, hogy december-januárra, hogyha nem volt valami nagyon konkrét felhívás, akkor nem is vállaltunk semmit. Mert, meg tudjátok most már tenni? Nem, nem az van, hogy kénytelenek vagyunk megtenni, mert mindenki egyébként a zenekaromból és a főzenekaromból, ami most a Belmondó, azért 10-15 féle dolgot csinál, és most nyakig vagyunk egy lemez felvételben, és hogyha azzal is foglalkozunk. Új és lemez próbálunk, lesz? Igen, lesz egy új album, ki is jött nemrég egy dal, talán két hete, vagy két hete sincs, hogy kijött a Látja, milyen bátor című számunk, egészen jól teljesít, legalábbis hozzánk képest mindenképpen jól. És a többi dal is abban a szellemiségben készül, és akkor arra így oda kell figyelni koncepcionálisan, én szeretném azt, hogyha megint
megint azért az ugyan általam írott zenéket, de a zenekar minden tagja játszaná fel, és nem nekem kéne otthon fölkutyognom. Ezt akkor most üzenjük a zenekar tagjainak? Nem, azért manapság az utóbbi években így elkényelmesedtek egy kicsit a szerzők, és még ha van is zenekaruk, vagy más előadó adja elő élőben, általában a zenész, hangszerelő szerzők saját maguk játszanak fel mindent otthon. És akkor én meg a zenészek szeretném... megtanulják, nem? Igen, nem. De én meg azt gondolom, hogy ha ez egy zenekar, már pedig ez egy zenekar, és mindig is az volt a cél, a Belmondóval és meg a korábbi zenekaromon a Nyárssal is, hogy akkor viszont tényleg játsszuk fel mi, még akkor is, hogyha alapvetően én írok meg mindent. Már az csak alkotásba is... vegyenek részt például? És pont ez a lényeg, hogy egy picit ilyenkor az alkotásban is részt vesznek, mert nem pont ugyanúgy játszanak föl mindent, és ez nagyon is helyén való, tehát hogy színezik, beleteszik, és akkor érzem ezt igazándiból egy Belmondó albumnak, hogyha érzem azokat az ízeket, amiket ők is beletettek. És én akkor vagyok nyugodt, engem megnyugtat az, hogy használtad a albumot, saját hogy... érzéseit és a saját ötleteiket belerakják a zenébe. Így van, én megnyugtat, mert tudom, hogy akkor ez egyfajta személyes, sokkal inkább személyes elkötelezettség az album, meg a közös ügyek iránt, mint akkor, amikor én csinálom, vagy csináltam. Annyi mindent egyedül. Csinálsz, ugye beszélted 10-15 féle dolgot, hogy ugye zenélsz is, színházban is dolgozol, közélettel is foglalkozol néha, hiszen olyan típusú műsorokban is lehet látni. Egyébként mindig ilyen típus voltál, vagy a korral jött az, hogy mondjuk a Nyers zenekaron kívül, meg a dalszerzés, szövegszerzésen kívül még rájöttél, hogy Cutor Zoltánban annyi minden van, és annyi mindent szeretne magából megmutatni. Mindig szerettem volna ilyesmivel foglalkozni, és mindig moralizáltam is egyébként. Az, talán inkább az van, hogy nyilván ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy az életkorom miatt jött az össze, hogy mostanában látványosan többször hívnak ilyen jellegű műsorokba, vagy egyszerűen a kor, amiben élünk, az olyan, hogy az eddigi, szerintem mondjuk 25-30 éve nem változó álláspontom, most kelt akkor a viharokat, eddig nem kavart akkor a vihart, hogyha az ember ilyen értéket mellett. Csak most figyeltek oda a szavadra, nem? Az is lehet, de ez az, amit nem lehet tudni, hogy inkább az, hogy most vált ki akkor a botrányt a regnáló hatalom és a kiszolgálói körében, vagy az van, hogy most lett érdekes az, amit egy 50 éves szerintük már bölcsebb ember mond. Mert nyilván, hogyha egy 28-30 éves csirigli mondja ezeket, igen, akkor én is lehet, arra hogy gondolom, azt gondolják, hogy... Én is arra gondolok, hogy lehet, hogy azért van az, hogy többször megszólaltatnak különböző műsorokban, vagy akár rendszeresen elhívnak, hogy talán, hogyha 20 évesen majd jól van, hát még lázadó ifjúság, de amikor már igen, egy szép kort megélt, ugye, hát igen, az is elgondolkodható, hogyha férfi. Még 50 éves koromban is lázadó vagyok, akkor nem vagyok-e hülye teljesen. Mert lehet, hogy az vagyok egyébként. Igen, azt gondolod? Nem, igazán nem érzem azt, olyan? Hogy... Sőt, sokkal kevésbé érzem azt, hogy lázadó vagyok, vagy lázadó lennék. Inkább azt érzem, hogy az én felnőtt koromban soha nem történtek olyanok körülöttem, mint mostanában. Tehát soha nem kérték annyira számon az én párt elköteleződésemet, ami amúgy nincs. Aha. De hogy ezt is számon kérik az emberen, és az én felnőtt koromban, beleértve a 80-as évek végét is, uh-huh. Amikor elvileg még azért a létező szocializmusban éltünk, meg egy picit gyakorlatilag is, hogy még akkor sem futottam bele abban, be mondjuk az utóbbi két évben itthon, de mondtad, hogy ez nem politizálós műsor, nem politizáljunk. De az van, hogy nem... Nem tudsz mellette elmenni, mert azt gondolod, hogy ez is a te szerves részed most már, hogyha ennyiszer megkérdeznek, ennyiszer kíváncsiak rád, vagy például, hogy az interneten valamit kiírsz, azt megfigyeltem, hogy ez nagyon hamar begenerálódik. Hogy most már ezt Cutor Zoltán mellé tehetjük, ami rész mellé is? Azt gondolom, hogy igen, de azt is lehet látni, hogy amikor ilyen nagyon alpári ellenvélemények jelennek meg, azok annyira feltűnően egyszerre jelennek meg, és egy ilyen 20-30 általában nem létező profilhoz, van egy-kettő létező hülye is, de többnyire ezek ilyen nem létező profilok, ahol egy rajz a profilkép, tudod, ja, ahol nem nagyon vannak ismerőseik, csak egy magyar zászló, meg egy turul madár a profilkép, és nagyjából ugyanazt a dumát kezdik el nyomni, percre pontosan egyszerre 30-an. Azt lehet tudni, hogy ez egy ilyen szervezett igen, dolog, és általában ez a hullámkeltés, vagy ez az, ami történik, mert ez a sok száz vagy sok ezer ismerős vagy követő, most hát nem tudom, van kb. 11 000 követőm éppen a Facebookon, de azok,
azok, ha nem is értenek velem egyet, mindig civilizáltan szólnak. Mégis amikor elindul ez a lavina, az láthatóan és igazoltam valami szervezett dolog. De ez azt jelenti, hogy az ellen érdekelt oldalt érdeklem annyira, hogy szervezetten indítsanak valamit ellenem. Szóval nem csak belmondó és nyers dalokat hallgatnak, hanem Cutor Zoltánra, mint civil emberre is odafigyelnek. Úgy néz sőt, ki, nem? Sőt, az a tapasztalat egyébként, hogy ennél jobban, és hogy nem tudom milyen műsor tematikája, de így a címéből azt gondolom, hogy ilyen típusú műsorokba is hívnak, és ennek így tökre örülök. Jaj, nagyon örülök. Akkor most egy kicsit visszatérve a művészetre. Te egyébként figyeled a mai zenekarokat? Az például, hogy ugye most már nem csak videóklipeken és rádiókon keresztül ismerünk fel, meg lesznek népszerűek, hanem vannak ezek a youtuberek, akiknek egynémeinek hihetetlen nézettsége van. Tehát igen, de több azt mondják, hogy lesz a zenekaroknak is ehhez érdemes az utóbbi 2-3 év. Ez mit szólsz? Trendje. Egyébként ilyen nemzetközi konferenciákon is ezt javasolják, hogy vannak ezek a youtuberek, meg influencerek, akiknek 10-15 perces videóműsoraik vannak, és hogyha egy ilyen youtuber ajánl valamilyen produkciót, legyen az egy zenekar, vagy egy énekes, az sokkal többen elkezdik követni, mint hogyha egyébként önmagában a zeneműnek, vagy az előadásnak, vagy a videoklipnek, vagy az előadónak vesznek a Google-től. De figyelsz mai fiatal zenekar, hát az zenészeket? Ha nem akarnék egyébként, akkor is valamennyire kénytelen lennék figyelni, mert hogy elhívnak hébe-hóba zsűrizni új előadók, és általában létező, működő produkciók. Tehát nem karaoke-sokba hívnak el zsűrizni, hanem olyan tehetségkutatókra, ahol létező zenekarok saját produkcióval lépnek föl. És így látom és követem, és nyugodtan kimerem jelenteni, hogy vannak olyan produkciók, ma már fiatal 21-22 éves magyar előadóktól, ami a világon bárhol, legmagasabb szinteken is megállná a helyét. Hát ezek nem. És ezeket próbálod támogatni szakmailag, hát meg igen, tanácsokat adni? De ugye mindig azt gondolják, és így is fordulnak hozzám, hogy aki valamennyire ismert előadó, akkor megpróbálnak a kezdő előadók hozzáfordulni, pedig ugye nem hozzám kéne fordulni, mert én legfeljebb véleményt tudok mondani, tehát a kapcsolat az nem én vagyok, vagy nem de én lehetek. De tudod, lehetek, hogy ezért kell egy mentor, igen, akiben ők hisztek, és a benned annyit hisznek. Tudok tenni természetesen, hogy ajánlatokat tudok tenni, de vagy szívesen írok nekik egy ajánlót, vagy egy véleményt, amivel hát, ha mennek valamire. De igazándiból ugye kiadókat, vagy olyan menedzsmenteket kell megkeresni, akik 360 fokos modellel foglalkoznak, aki koncertszervezés, a lemezkiadás, a klip, a média. Te mondjuk a zeneszerkesztésben, a zeneszerzésben tudsz esetleg nekik tanácsot adni? Hát, ha kikérik a véleményemet, de általában nem. Általában ezek nagyon okos gyerekek, és belegondolok abba, hogy én mondjuk 22 évesen egyébként az engem felfedező Presser Gábornak amúgy kikért, vagy eszembe jutott, hogy kikérem a vélemény zeneszerzésből, és eszembe se jutott, azt tudom. Tényleg? Vagy még nem merted? Is, hogy nem. Itt azt gondoltam, hogy én pontosan tudom, mit akarok hogy mit csinálni. Akarsz? Aha. Egyébként mindenki tudja. Nem azért, mintha egyébként nem, biztos, hogy nagyon hasznos lett volna, meg ez nem, egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem tisztelem, hanem azt gondoltam, hogy hát a felnőtt. Hát én tudom, hogy miért állok a színpadon, tudom, mit akarok mutatni, tudom, amit megmosolygok a régi zenékből, és mi az, amit szeretnék újat csinálni. És szerintem tök jogosan azt gondolják a mai fiatalok, hogy pontosan tudják azt, hogy miért höhögnek ki engem, de más tekintetben meg miért? Adnak a véleményemre, és pontosan tudják, hogy mit akarnak csinálni. Ugye mindenki tudja, hogy te hatalmas Beatles rajongó vagy, igen. De egyébként a magyar zenei szakmában neked vannak még példaképeid és mentorjaid? Tehát ennyi idő után is vannak, azt mondod, fölnézel, vagy esetleg néha fölhívod, kikéred a véleményét? Hát tudok olyan zenészeket mondani, például a Leher Pisti vagy Damien Rózsi, az nekem egy ilyen nagyon nagy favorit, vagy az egész LGT. Úgy, ahogy volt, ez egy nagyon nagy favorit nekem, egyébként a kezdeti Omega, meg Illés is nekem így szimpi volt, meg akár egy fonográf is, emiatt nyilván a Szörény inkább a kapcsolati pont, bár a Brodyt is nagyon tisztelem, de őt inkább mint szövegíró, és nem mint énekes dalszerző, de ki lehet még egyébként, még a Piramist is nagyon szerettem, a Révész meg a Somló, ahogy énekel, azt kifejezetten, hogy a Somló LGT-ben, Révész a Piramisban.
az első egy-két eddelem ezelőtt is le a kalappal. Tehát ilyen, ezekre még most is úgy gondolok, mint favoritok. Hát a Pataki Attilát szerintem világszínvonalon énekelt. Igen, igen, csak utána volt egy olyan, hogy is mondjam, olyan image, és én, ahogy a színpadon megjelenik az ember, vagy amit közvetít, vagy amiről beszél, azt nagyon nehezen tudom összeegyeztetni azzal az erős, harapós szabadsággal, amilyen az első két eddelem ez volt, és ugyan egyébként én jó vagyok most is a Patakival, tehát így úgy nincs tudomásom szerint bajunk egymással, de az, amit egyébként ő mondjuk a 80-as évek vége óta zeneileg képvisel az Addával, és ami az ő, hogy is mondjam, ideológiai hozzáállása, az inkább zavarba hoz engem, mint hogy azonosulni tudnék vele. Te, aki ugye ilyen régóta benne vagy a könnyű zenei iparban, vannak ezek a televíziós tehetségkutatók. Engem mindig is érdekelt, hogy egy nagy múltú, mindent megjárt, ilyen zenészek, énekesek, hogy te egyébként ezeket figyeled? Egyáltalán nem. Figyeled? Sose figyelted, vagy mondjuk mostanában nem figyeled? Hát hébe-hóba így, ha őszinte vagyok, soha nem figyeltem. Soha nem figyeltem. Talán az első megasztárt hívtak már esetleg zsűrizni, ilyen típusú műsorban? Voltam ilyen zsűritárs, ilyen előválogatón, meg vendégként hívtak többször fellépni ilyen műsorokba, de ugye mostanában már amúgy az sem, de egyáltalán nem követem, ugyanis onnantól kezdve, és ez viszonylag korán volt, amikor teljesen egyértelmű vált számomra, hogy igazán ezeknek a műsoroknak semmi köze a tehetségkutatáshoz, pláne nem a kreatív zenei tehetségkutató. Tehát amikor még tehetségkutató volt, akkor is mondjuk jó hangokat kerestek, de hát az nem egy jó hangszer. Tehát engem az érdekel egyébként, hogy alkotóként és előadóként egyben mondjuk milyen tehát valaki. Tehát egy szép énekhang mellett mondjuk téged, te arra is figyelsz, hogy például hogy közvetít egy dalt. Hát így van, mert az, hogy egy szép énekhang, az biztos, hogy nagyon fontos, mint hogy nagyon fontos az, hogy nekem legyen mondjuk egy amerikai Fender Stratocaster elektromos gitárom, az is nagyon fontos, mert hogy annak van olyan hangja, amivel úgy tudom megszólaltatni azokat a témákat, ahogy én szeretném. Nagyon fontos, de hát ennyire fontos csak. De az, hogy egyébként mit, tehát ezekben a tehetségkutatókban soha nem kerültek volna igazándiból felszínre azok az előadók, akik az utóbbi 60 évben vagy 50 évben amúgy az egész rock'n'roll és popzené kultúrát meghatározták, sosem, hiszen ott vagy kitalálták, vagy műfajteremtők lettek. Ez életmód, a kinézet, a megjelenés, a mondani való, az interjúk, hogy hát ezeknek az énekeseknek az, egyébként, és ez már a legelső Megasztárban és X-Faktorban is így volt, hogy ezeknek, tehát 100-ból egy, ha egyáltalán tud, vagy akar, vagy gondol valamit a világról. Tehát azt gondolod, hogy inkább az eladhatóság. Attól is zavarba jönnek, hogy mikor lemezt akarnak nekik csinálni. Hát tudom, mert több ilyen részt vettem. Attól is zavarba jönnek, hogy mit szeretnél? Milyen típusú legyen? Igen, milyen műfajban hát én ilyen emberekre viszont egyáltalán nem vagyok kíváncsi. Egyébként van olyan, amit be például még nem próbáltad ki magad, és nagyon szeretnéd, hogyha megtalálna, mind zenében, mind színházban. Nem, igen, tehát színházban egyébként már kipróbáltam magam egy-két dologban, még Szegeden volt az első nagy ilyen típusú felkérésem, amikor a Szegedi Nemzeti Színházban még a Székhelyi volt az igazgató, és a Bal Józsi volt a prózai tagozat vezető, és megkértek arra, hogy a Mechanikus Narancsot így újra gondolva zenésítsem meg, és írjak hozzá dalszövegeket, és az egy nagyon sikeres, két évadon keresztül játszott produkció volt, és jól ment. Na, olyanból szeretnék még nagyokat egyébként. Én 4-5 éve dolgozom egy újabbon is, ez egy ilyen Dávid és Becsabé és bibliai történet, egy kicsit jelenkorba átültetve, és lett volna egy budapesti színházban egyébként egy bemutató idén össze tervezve, ez már másfél éve lett tervezve, csak idén januárban kiderült, hogy a TAO pénzek elvétele miatt gyakorlatilag nem vállalhatnak be új darabokat, tehát nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy az annyira nem esett jól, de nyilván maga az ügy az ott van, meg továbbra is ott motoszkál bennem, tehát igazándiból ez érdekel, sokkal nagyobb. A színházi sokkal, produkciókhoz igen. Ilyen zenét nagyon szívesen Nagyon, meg abban sokkal nagyobb szabadság van, meg lehetőség, mint a popzenében. És a popzene alatt most egyébként a death metalt is értem, vagy a speed metalt, meg a mindenféle new metalt, mert hogy hiába gondolják azokat progresszív, meg szabad zenének, tehát ott is az, hogy verze-refrén, szóló, dupla refrén, esetleg egy moduláció, aztán vége a dalnak, és nagyjából ilyen 3-4 perces keretekbe kell gondolkodni.
teljes stílustól függetlenül, egy színház, meg filmzenében, meg hangszerelés, zenei szerkezet, meg minden egyéb fantázia tekintetében. Sokkal több mindent tudnám mutatni. Persze, és... sokkal nagyobb játék lehetőség van, és ebben az egész dologba, amíg élek, szerintem a játék fog érdekelni. Na, hát ha majd már valaki meghallja ezt a beszélgetést, és talán eszébe jut, hoppá, hát itt van nekünk a Cutor Zoli. Egyébként pont így szokott működni, hogy valahol beszélek erről, akár társaságban, akár a műsorban, és akkor aztán megírom a következő valamit. Hát most köszönöm. Is csinálok egy filmzenét éppen. Júj! De nem árulod el nekünk? Hát nem tudom, hogy ezt elmondhatom, hogy lehet, ez egy új RTL lesz, egy jövő őszre tervezett sorozathoz készülő zene. Annyit tudok, hogy azok a vázlatok, amiket átkodtam, nagyon tetszenek a rendezőnek, úgyhogy ez biztató. Na, hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Női Szakasz, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra! Látja, milyen bátor, attól ilyen szép. Hát az is gátor, minek itt a fél.